Sziasztok, én Kovrig Doda vagyok, a Glamour nagykövet. Itt vagyunk a Glamour Beauty Fesztiválján, és meg fogjuk nézni, hogy milyen márkák képviseltetik magukat, és várják az összes glamour lányt. Kifejlesztett különböző beauty tech eszközöket. Most a Usefinder-t használjuk éppen a hölgyel, és ezzel fel tudjuk mérni a bőrének a hidratáltságát, meg tudjuk nézni, hogy milyenek jelenleg a ráncok, a finom vonalak, amit már ugye mi is látunk, illetve az eszköz nagyon intelligens, és látja azt is, amit még szabad szemmel nem látunk, de már a bőrben elindultak mondjuk a ráncnak a folyamatai, illetve látjuk azt, hogy milyen pigmentfoltok vannak kialakulóban, ugye amit az UV esetleg károsodást okozott a bőrében, a piros foltokat meg tudjuk nézni. Ezzel a Shadefinder nevezetű eszközzel pedig ki fog választani három árnyalatot az ultraver alapozónkból. Megad egy jelenlegi szint, egy picit sötétebbet, hogy már rákészül arra, hogy esetleg nyáron milyen árnyalat lesz jó, illetve egy világosabbat, hogyha még fakulna a bőr, és egy déli árnyalatot is megad, és akkor így össze tudunk állítani egy teljes bőrápolási rutint. Nagyon-nagyon jó kis megújult alapozónk, ez az Olla Össz alapozó, Annáról is most pont ezt teszem föl neki, kiválasztottuk a megfelelő árnyalatot. Nagyon erős fedésű alapozó, viszont nagyon szépen rétegezhető, elérhető vele ez a klasszikus, ilyen ívszalon elegáns hatás. Egységes arcbőrt ad, nagyon könnyen föl lehet vinni akár kézzel, vagy akár ecsettel. Én most pont ezt javasoltam Annának is, úgyhogy most ezt fölvisszük neki az egész arca, illetve vannak nagyon-nagyon jó kis új rúzsaink is, ugye szintén ezt az elegáns hatást erősítjük, de kicsit ilyen vadabb módon, nem kell, hogy kontúrozzuk hozzá a szájat, csak szépen újabb fölvisszük, illetve ha már Yves Saint Laurent, akkor ugye a bőr sem maradhat ki, nagyon-nagyon jó kis klács paletta, szemre is, arcra is, majd bemutatom Annának, hogy fogjuk tudni őket használni. C-vitaminos termékcsaládot, az egészet elhoztuk, mert ez most a legújabb sztár termékcsalád. Fátyolmaszkok, lemosók, hidratálókrém és szérum is van belőle, valamint a probiotikus maszkokat is elhoztuk, amik bőrerősítő hatásúak, és így feltöltik a bőr nedvességgel, és ezen kívül pedig a Body Food testápolóival jöttünk, és kézkrémjeivel, és mögöttem egy kézmasszázson is részt vehetnek a látogatók. Valamilyen sikerszíne, vagy olyan, amit a legjobban szeretnek? Mindenképp a sötét színeket. Fekete. Bordó, meg igazából, amit még észrevettem, hogy nagyon szeretik, ez a májvás árnyalat. Illetve még azt vettem észre, hogy így a világosabb színeket is sokan kérik, az ilyen csillámos, ilyen nudosabb, barnás árnyalat, igen, vagy ez a fehéres, kicsit rúzsaszínes árnyalat. Elsősorban sminktermékeket, hajápolási, illetve arcápolási termékekkel érkeztünk. Nagyon fontos nálunk Rossmannnál az ökotudatosság, a csomagoló anyagban, illetve az alkotó részekben is nagyon-nagyon fontos a természetes alapanyagoknak a használata, ami még fontos nekünk, hogy alapítónk Dirk Rossmannnak a könyvét szeretnénk népszerűsíteni. Németországban már óriási siker, illetve itt Magyarországon is előkelő helyen szerepel a sikerlistákon. Hajfonással készültünk, de egyéb más hajkreálmányokat is nagyon szívesen készítenek a kollégák. Most a legújabb termékünk, ez a több funkciós lábkrém. Ugye ez 5 dologra is alkalmas, megszünteti a lábszagot, a tyúkszemnek a kialakulásában is megelőzést nyújt, illetve a saroknak a felrepedezésében is ezt megakadályozza, nagyon jól puhítja a lábnak a bőrét, illetve a lábgombát is tudja kezelni. Ez egy zselés kis párnácska, amely a lábnak egy ilyen nagyon jó érzetet ad, ezért tovább tud majd a magas sarkúban a hölgy a mindennapi teendőjét végezni. Termékünk, ami októbertől van a polcokon, az van most fókuszban itt ezen a standon is.
Ez a Rimmel Trieszékás szempillaspirálja, ami egy merész dúsítást ígér, illetve meghosszabbítja a pillákat, könnyed érzetet biztosít, illetve különlegesség még, hogy pantenolt is tartalmaz a formula, aminek köszönhetően ápolja is a pillákat, tehát amellett, hogy extrémen megdúsítja, még sejmesen puhává is varázsolja. Ezen kívül csomódás és elkenődésmentes, nem pereg le a nap folyamán, tehát nem kell félni a panda szem effektustól. A Rimmel készül valamivel, ilyen nagy karácsonyi dobással? Lesz a Trieszékának most egy kampány, ez tévében, social médián is. Karácsonyi szettek is lesznek a drogériák polcain, amiben például szempillaspirál, illetve szájfény és körömlak lesz, úgyhogy ezeket is érdemes megnézni. Nagyon bőrbarát termékekkel dolgozunk, plasztikai sebészek által és dermatológusok által van kifejlesztve. Nagyon fontos az, hogy elsősorban minden termékünk nyújtson valamiféle bőrhibára, bőr problémára megoldást, és csak másodszorban sminktermék. Mivel nagyon nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy természetesen is szép maradjon a nő önbizalommal teli lehessen, ezért általában egy kis pirosító, a CC-krémünk nagyon népszerű, úgyhogy minden sminkelés igazából ezzel kezdünk. Nagyon kis egyszerű, ilyen kis természetes, de egyben nagyon szép sminkeket szoktunk készíteni, amit hétköznap is bárki hordhat. Pont egy olyat keresnék amúgy, amilyen gyorsan felvihető, nem túl nehéz fedésű, most egyébként is nagyon trend, meg ebbe az irányba megy az alapozás, hogy minél szebb ilyen természetes fényt hagyjon a bőrnek, tehát ne legyen túl se maszkos, se túl poros hatása. Úgyhogy elég várom, hogy egy tükröt kapjam, mert most így látjátok, de én még nem. De nagyon kíváncsi vagyok, hogy ezt hogy fog teljesíteni. A Hydro Boost egy hidratáló alaprutint kialakító sorozat. A retinol az pedig egy időszakos, és most nagyon aktuális télen, egy bőrmegújító kúra. El tudod mondani nekem, hogy milyen a napi rutin? Nagyon fontos, hogy először letisztítjuk a bőrt. Én azt szoktam javasolni, hogyha van egy jó letisztítónk, annak le kell szedni a sminket is. Tehát nem feltétlen kell duplán gyaszatolni a bőrt. Utána nagyon fontos, hogy hidratáljuk elő a bőrt, amit megtehetünk akár egy szérummal, tehát egy picit megduzzasztja, és sokkal jobban felszívódik utána bármilyen hatóanyag. Utána jöhet a nappali krém akár, vagy éjszakára az éjszakai krém. Hogyha ki szeretném bővíteni, akkor a szérumokat használhatom. Nagyon fontos, hogy a szérum után mindig krémet kell felkenni. Elmondod, hogy mik ezek a kis bogyócskák benne? Hát van benne hialuronsav, van benne trehalóz, ez egy szénhidrát összetevő, ami a hidratálást fogja ellátni szintén, és E-vitamin. És a bogyók az E-vitamin, amit ha kinyomsz a kezedre, akkor már nem bogyó, tehát hogy olyan a kiszerelése, hogy a bogyó az bogyótlanítódik, és ez a hármas így fog hatni. Ugye azért kell külön, mert hogy az E-vitamin egy zsírban oldódó történet, míg a hialuronsav és a trehalóz vízben oldódó. Köszönjük, hogy velünk tartottatok, reméljük ti is ugyanannyira élveztétek ezt a kis tárlatvezetést, mint amennyire én, de ne haragudjatok, most megyek és belevetem magam én is ide a standok és a smink cuccok rejtelmeibe. Sziasztok!